Kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket! Kecskeméti János vagyok, a Profétai Üzenetek című adást hallhatják, és a mai alkalommal Reisinger Jánossal, aki állandó beszélgető partnerem, eljutottunk Jézus profétikus példázatainak a tizedik részére, de hogyha egybe vesszük a beszélgetéseinket, amit itt ketten folytattunk le a proféciákról, akkor immáron ez a huszadik adás. Szeretettel köszöntelek János, és nagyon örülök, hogy eljutottunk ilyen értelemben a huszadik adáshoz. Én is köszöntöm a hallgatókat, és remélem, hogy néhányat, ha nem is mind a huszad, de ők is nagy figyelemmel kísértek. És rögtön hadd mondjam el, hogy az első tíz Beszélgetésünk. Reisinger János YouTube oldalára már fel van töltve, úgyhogy aki nem tudta meghallgatni az interneten, ezt meg tudja tenni. A mai alkalommal Máté Evangélium a 21. fejezetében a 33. verstől szereplő, szőlőművesekről szóló példázatról szeretnék János veled beszélgetni, mind a ketten ismerjük, olvastuk, örülnék neki, hogyha kedves hallgatók is azt mondanák, hogy minél többen ismerik, de akik nem, hát tulajdonképpen ez a műsor nekik is szól, hogy akkor megismertetjük velük ezt a példázatot is. De a lényeg, amit szeretnék ebből kiemelni, hogy rendkívül megrendítő lesz, hogyha ennek a mélységeit megismerjük és beszélgetünk róla. Nem szeretném most egybe felolvasni, hanem megint menjünk versről versre, és akkor rákérdezek, hogy milyen kérdések vetődnek fel bennem. Tehát Máté Evangélium a 21. fejezetében, rögtön a 33. verstől, akkor hat kezdjem el. Más példázatot is halljatok. Volt egy házigazda, aki szőlőt plantált és az gyepüvel körülvette, sajtót ásott le benne, és tornyot épített, és kiadta azt a munkásoknak, és elutazott. Kedves János, ki ez a gazda, mit jelent, hogy szőlőt plantált, hogy gondosan odafigyelt rá, hova utazott el, és akiknek odatta, hogy gondozzák, figyeltek -e erre a szőlőre. Hát hogy ez a példázat akkor hangzott el, amikor Jézus már bevonult Jeruzsálembe az azt követő napokban és a Jeruzsálemi templom udvarában tanította a sokasságot, és mind a farizeusok, mind a sadduceusok próbálták sokszor is sarokba szorítani. A példázat előtt például közvetlenül elmondta a két fiú példázatát, és utána levonva a súlyos következtetést így fordult a vallási vezetőkhöz, hogy a vámszedők és paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Ez egy döbbenetes kijelentés volt, és elgondolhatjuk, hogy az irítség, a gyűlölet milyen fokra csapott föl Jézussal szemben, és ezután mondta el, közvetlenül ezután a példázat után mondta el ezt a gonosz szőlőmunkások példázatát, amit Azért nevezünk így, hogy gonosz szőlőmunkások, mert a szőlőművesek példázata az az utolsó órába jött szőlőmunkások példázata. Ez viszont a gonosz szőlőmunkások példázata. Ugye a gazda az Isten, aki a földet megteremti, és a földön egy szőlőskertet is létrehoz, ez az ő egyháza, már Ézsajás profétától fogva, szőlőskertről kertről énekelnek a proféták, az Isten szőlős kertje az egyház, és a gazda elmegy, és kiadja ezt a munkásoknak, hogy képviseljék őt ezen a földön, hiszen az egyház nem más, mint Isten képviselete a földön. Később majd azt mondja a Pálapostól, hogy az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége, tehát, hogy Istennek mindig van látható képviselete ezen a földön. Persze sok hívő ember van, láthatatlanul szétszórva is a földön, de mindig van egy látható egyház. Jelen pillanatban, amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, a zsidó nép volt Isten kiválasztott egyháza, immáron csak nem 1500 éve, és ez a szőlő kiadás, ez annyit jelent, hogy Isten rájuk bízta az igazság képviseletét. Ugye Pál fölveti a kérdés Róma 3.1-ben, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnél, egy tekintetben, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Műveljék a szőlőt, mutassák meg, hogy hogyan kell élni más embereknek, más nemzetbeli embereknek is. Tehát a zsidó népnek az volt a feladata, hogy képviselje Istent, Isten törvényeit és igazságait más népek számára fölvetődik az a kérdés, amit többször is megkérdeztek tőlem, szerintem tőled is megkérdezték, hogy éltek már akkor más népek is nyilvánvalóan, de miért pont a zsidó népre bízta Isten az ő beszédeit? Ennek is megvan a magyarázata a Bibliában, nem azért, mert nagyobb lett volna a többi népeknél, nem azért, mert, mert okosabbak lettek volna a zsidók vagy bölcsebbek, Isten egyszerűen a kiválasztást a szeretettel indokolja meg. A, azért szerettelek titeket, olvassuk Mózes könyvében, mert szerettelek titeket. Itt nem a zsidókon van a hangsúly, hanem a népen. Isten bármilyen más népet kiválaszthatott volna. Valószínűleg ugyanúgy viselkedtek volna, mint a zsidók. Végül is őket is, mint népet, test szerint való népet el kellett volna vetni, ha ezek a mongolok lettek volna, vagy a magyarok, vagy a cigányság, vagy az angolok, vagy a franciák. Itt nem, nem a Zsidón van a hangsúly, hanem azon, hogy Isten a történelemben nem csak egyes emberekre bízta az igazság hirdetését, hanem szerette volna, hogy egy egész nép, egy egész több milliós tömeget alkotó nép is képviselje az igazság, igazságot a Földön. Ez az, ami a testi beleszületés által nem megy. A testi beleszületés kevés ehhez. A lelki újjászületésre van szükség, ezért lett óvá ez a szövetség, az ószövetség, a zsidó néppel kötött szövetség, és ezért veszi át majd a helyét az új szövetség, hogy nem a testi leszármazás lesz a fontos, hanem a felnőttkori döntés, választás, hogy valaki felnőtt korában akarja a megváltót követni. Tehát önmagában, hogyha valaki beleszületett a zsidó nép soraiba, de nem élt át egy, egy Istennel való személyes kapcsolatot, az gyakorlatilag nem sokat számított, mert hogy a Bibliában azt olvasom, hogy sokszor Ábrahámra hivatkoztak, és Jézus ezt jó néhány alkalommal kiavította, hogy ne hivatkozzatok Ábrahámra, önmagában az Ábrahámra való hivatkozás, vagy önmagában egy egyházra való hivatkozás, az az Isten szemében hát nem sokat ér akkor ezek szerint. Hát ennek ellenére mindenki, aki zsidónak született, az Isten egyházához tartozott, és annak számított. De Isten azt világossá tette, hogy ez nem olyan kiváltság, amit a maguk érdemének kellene tulajdonítani, és ez nem annyit jelent, hogy mindenki, aki zsidónak születik, az jobb, mint a többi ember, vagy hogy azáltal, mivel van egy ilyen egyház, aki ott van, az már eleve jó. Nem, hanem személy szerint kell megnézni, hogy Jézus mondta a Samáriai asszonynak, az üdvösség a zsidók közül támad. Tehát az kétségtelen tény, hogy a zsidókhoz küldte Isten a prófétákat, velük tette a csodákat, a vörös tenger szétválasztásától a, az ajalon völgyében a nap megállt, szóval olyan csodákat tett Isten a zsidó néppel, amelyek más népektől nem voltak ismeretesek. De Isten azért választotta ki ezt a népet, hogy más népeknek képviselje az evangéliumot, nem azért, hogy összevegyüljön más népekkel, ez, ez sajnos a zsidóság történelmének első 7-800 évében ez volt a jellegzetes, hogy más népekhez akartak hasonulni, ők is királyt akartak, ők is más népeknek a szokásait akarták átvenni holott, Isten óvta őket ettől, ne, ne királyok legyenek, hanem bírák vezessenek, ne a hatalom legyen a fontos, hanem az igazságosság. Aztán a babiloni fogság után kigyógyultak ebből, de akkor meg a ló másik oldalára estek, és akkor a gőgös elzárkózás vett rajtuk erőt. Sajnos mind a mai napig ez minden embert kísért, meg a keresztény egyháztörténelemben is vannak ilyen kísértések, hogy hol belevegyülni a többi néphez és a többi egyházhoz, hol pedig elzárkózni tőlük, mind a kettő véglet, egyik se követendő út. Isten azért választott ki egyházat, hogy tőle függjön, az ő akaratát képviselje, az ő igazságait hirdesse, és ezáltal, mint egy kovász, az egész világot áthassa a választott népnek a küldetése és a munkája. Nézzük meg a 34. verset, ez következőképpen hangzik. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. Mit jelent ez? Hogy kell ezt értelmezni, hogy a gyümölcs ideje elérkezett? Hát ez egy nagyon egyszerű dolog ez, mert ha valaki kiadja a kertjét, emlékszem gyerekkorunkba felesbe lehetett bérelni kertet. Ez annyit jelentett, hogy mi műveltük meg a kertet, mi szüreteltük le a termést, de a fele részét a tulajdonosnak kellett beszolgáltatnunk. Itt is erről van szó, ez egy egyszerű hétköznapi dolog, emögött semmiféle különlegességet ne keressünk, ez csak azt akarja elmondani, hogy Isten örül annak, hogy az egyház halad előre, hogy az egyház tagjaiban van gyümölcstermés, tehát hogy megváltozott jellem, igazi ö, emberi magatartás, és ö, Isten, amikor kiadja ezt a szőlőskertet, amikor elérkezik a gyümölcstermés, a a ráeső jogos rész, tehát semmivel se többet nem kíván, mint ami, amiben eleve megegyeztek, amiben mondom, hogy ma is, ha van még ilyen a világon, mert sajnos ez egyre inkább kimegy a divatból, hogy valaki rendelkezik egy földdel, nem tudja megművelni, ki, kiadja, és akkor joggal várja el, hogy amikor eljön a, mondjuk az alma termés ideje, akkor a, a tíz kosár almából öt kosarat ő fog kapni azoktól, akik bérelték a földjét. Igen, csak hogyha ennek most megnézzük a, a, további gondolatait, akkor én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy itt jön egy dráma, mert hogy ez a gazda jó szándékkal, szeretettel az ő szőlőjét felépíti, plántálja, aztán szeretettel átadja, és ahogy mondtad, elküldi az ő szolgáit, hogy az ő neki járó részt vegyék át, és a 35. vers azt mondja, és a munkások, akikhez Isten, vagy ez a gazda, most még nem mondjuk ki, tehát ez a gazda szeretettel viszonyul, és a munkások megfogták az ő szolgáit, az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megköveszték. Hát kik ezek a... A munkások, akik ölnek. Tehát ez fogalmazódott meg: munkások és ölnek. És kik ezek a szolgák, akiket megöltek? Hát nyilván Isten a népéhez mindig küldött vezetőket, és küldött lelki vezetőket, profétákat is. Mert Istennél az volt a szándék, hogy az ő népe az igazságot mutassa be a világnak, az igazságban járjon. De kik ezek a szolgák? Hát azok az emberek, akiknek nem kell az igazság. Akiknek inkább a pénz kell, a hatalom kell, a siker kell, a jólét kell, és ezeknek az igazság az egy idegen valami. És ha jöttek a próféták és figyelmeztették a népet, hát már Mózessel szemben körülbelül egy tucat lázadás ütötte fel a fejét, és Mózest is csak nem eltették lábalól aztán Ézsaiást ketté fűrészelték, Jeremiást és Ezékielt szintén meggyalázták, Keresztelő János lefejezték, tehát küld, küld hozzájuk profétákat és küld, küldötteket, de ezeket semmibe veszik, egyiket megverik, másokat megilkolják, harmadikat megkövezik, tehát a legdurvább magatartással, de itt, hogy mondjam, ahol az igazság és a hamisság küzd, ott kiéleződnek a dolgok. Tehát itt nem babra megy a játék. Itt, itt el kell fogadnunk a János első levelének a kérdését, hogy miért ölte meg Kainábelt, amikor még csak kevés ember volt a földön. Nem volt még ennyi sok nép, nem voltak milliók, de akkor is már az egyik testvér megölte a másikat. Miért ölte meg? Mert a cselekedetei gonoszak voltak, a másikéi meg igazak. És a gonosz nem képes elviselni az igaznak a létét sem. Mert az állandóan tükröt tart elébe, hogy te is lehetnél igaz, hiszen én is ugyanolyan gyenge ember vagyok, mint te. Hogy, vagy, hogy van az, hogy én igaz vagyok, te meg nem vagy igaz? Hát úgy, hogy én elfogadom Istentől a segítséget, és Isten formál engem Engem igazzá. Te meg nem fogadod el az Istentől a segítséget, és ezért maradsz meg az emberi természetednek az önzésében. Tehát sajnos ez mind a mai napig kiiktathatatlan a földi történelmből. Vannak csillapulta történelmi időszakok, amikor nincsenek megkövezések, meg de attól még az alapvető probléma föláll. Fönnáll. És az alapvető probléma az, hogy a, a gonosz nem szenvedheti el az igazat. Itt megfigyeltem valami, megint csak hadd fogalmazzak így egy ilyen hát döbbenetes dolgot. Mert látja, a gazda, hogy mit művelnek az ő szolgáival, és ahogy ide le van írva, hogy megverték az egyiket, megölték, a harmadikat megkövezték. És nézd meg a 36. verset, azt mondja, és ismét küldött szolgákat, többet, mint előbb, és azokkal ugyanúgy cselekedtek. Hát, most lehet, hogy furcsának fogod tartani a kérdésemet, de te lennél, neked lenne egy szőlőd, és látnád, hogy akiknek kiadtad, azok hogy cselekednek, és mit tesznek azokkal, akiket elküldesz, hogy a jussodat megadják. Küldenél még, amikor látnád, hogy mit csináltak. Tehát, hogy itt, itt megint ezt lefordítjuk itt a jó Istennek egy olyan szavakkal, ki nem mondott szeretetét és küzdelmét látjuk a gonoszságban veszteglő emberekért, amit nem lehet gyakorlatilag szinte szavakkal ki sem mondani, mert mit mondott? És ismét küldött szolgákat, és azokkal ugyanúgy cselekedtek, hogy te hogy látod, hogy mi ez, hogy, hogy ismét. Igen, hát itt, itt mondhatnánk azt, hogy nem lett volna a bölcsebb, ha óvatosabb a gazda, Igen, hogy Igen, hogy Igen, azért, hogyha az előzőekkel ezt csinálták, akkor mondjuk ne küldjön egy Igen, ideig, Igen. vagy például karhatalommal együtt küldjön, hogy megvédje őket és Ugye ebben megnyilvánul Istennek egyrészt a szabadságot tisztelő magatartása, hogy ő senkire semmit nem akar rákényszeríteni. Ő kéri a jogos jussot, de nem küld karhatalmat, nem küld behajtókat, mint amik az emberi világban azóta is ismeretesek, hanem, hanem ismét igen elküld másokat, hogy hát ha levonják a tanulságot. Ugye a legnagyobb küldetés ezután jön persze. Aminél még nem vagyunk, hogy amikor az egyszülött fiát igen, küldi igen. el, ott már az emberek a lélegzete is megáll, mert ott azt mondja, hogy ez már több, mint óvatlanság, hát ez már ez már szinte eszelősség, vagy egy olyan vakmerőség, amit nem tudunk menteni. De ne felejtsük el, hogy Isten mindig nyílt kártyákkal játszik. Istennek nincs szüksége arra, hogy mi is másoljunk, hogy Jézus mondta, hogy szavunk legyen, igen, igen, nem, nem, ami ezen felül van, a gonosztól van, Isten elküldi a szolgákat. Nyilván azok még ö, kedvesebben kérlelik, de ők velük ugyanúgy csinálnak. Tehát Isten ezzel szeretné megmutatni, hogy nem rajta múlik a dolog. Ő mindent megtesz mindenért. Hogyha mások más magatartást tanúsítanak, ez az ő szándékai ellenére van, de nem ő provokálja ki illetve hát az Ószövetségben látunk olyan dolgokat, hogy amikor már provokációnak látszik a dolog, akkor Isten leállít egy bizonyos dolgot, például az egyiptomi fárónak küldött üzeneteket, mert Isten azért látja azt, hogy mennél inkább teszi a jót és annál nagyobb rosszat kap cserébe, akkor egy kicsit azért vissza kell fogni a dolgokat. Tehát ilyenről szó van azért a Bibliában, csak Jézus itt a példázatban minden körülményre nem lehetett tekintett elő, a fő vonalat akarja bemutatni, hogy, hogy Isten elkötelezett az ember iránt, Isten szereti az embert, mindenkit szeret, de Isten szeretne igazságosságot, na de ebben a világban van igazságosság? Hát ebben a világban, amelyben élünk, sajnos nincs igazságosság. Ez jobb, hogyha megmutatkozik, hogy nincs igazságosság? Igen, igen. A 37. vers egy dráma, és ezzel kapcsolatosan, és visszatérve a 36. versre, szeretnék egy olyan kérdést fölteni neked, amiről már beszéltünk. Mindjárt mondom, hogy mi ez. Tehát azt mondja, ismét küldött más szolgákat többet, mint előbb, és azokkal is úgy cselekedtek, Utoljára pedig elküldte azokhoz a maga fiát, ezt mondván a fiamat meg fogják becsülni. János, beszéltünk a predestinációról, hogy Isten előre látja a dolgokat. Azt mondja Pál az Efézusi levélben, hogy a világ megalapítása előtt Isten már elkészítette az ember megváltásáért szolgáló tervet. Isten előre látta, hogy mit fognak tenni a profétákkal. Előre látta, hogy mit fognak tenni az ő fiával. Akkor miért van itt ez, hogy fiamat talán meg fogják becsülni, másokat küldök, hát ha azok majd jobb útra térítik őket? Hát előre látta, hogy úgy sem, és mégis elküldte. Ebben azért valami nagyon nagy tanítás lehet benne, hogy, hogy talán az, hogy nézzétek, én előre láttam, hogy ti hogy fogtok cselekedni, de az ítéletben meg fogom mutatni, hogy ennek ellenére mégis mennyi mindent tettem értetek, mennyire küzdöttem értetek, talán ez lehet benne? Hát ebben sok minden benne van az én látásom szerint. Például, hogy említetted, hogy Isten előre lát valamit. Na de mi is előre látunk? Mi nem? Hát, ha mi nem látunk előre, akkor kigyőz meg bennünket arról, hogy mégiscsak az volt a helyes, amit Isten előre látott. Azt végig kell csinálni. Ha Isten bejelentette volna, és még nem küldi el Krisztust, csak azt mondja, nézzétek, azért nem küldöm el Krisztust, mert ha én elküldeném őt a földre, agyonvernétek, fölfeszítenétek két köztörvényes között. ki hitte volna ezt el? Senki nem hitte volna el. Isten előre lát dolgokat, de egyrészt mi nem így látunk előre dolgokat. Mi azért azt valószínűsítjük, hogy a világ azért mégiscsak jobb, mint amilyen. Azért az emberben ott van egy ilyen naív optimizmus, egy ilyen lelkesedése, azért nem olyan rossz ez a világ. Ha Isten azt mondta volna, hogy emberek, én nem küldöm el a megváltót, mert olyan rossz ez a világ, hogy felfeszítitek, akkor senki nem hitte volna el. Csak azután hisszük el, hát még azután is csak azok hiszik el, akik elhiszik, Igen. hogy ez megtörtént. Azért nézzük ezt is. Hogy Isten valamit előre lát, ez nem mint jelent, hogy akarná is azt. Nem Isten akarta azt, hogy Jézust fölfeszítsék. Hát Isten nem azért küldte Jézust, hogy őt fölfeszítsék. Noha látta előre, hogy föl fogják feszíteni, de nem azért küldte, hogy fölfeszítsék. Azért küldte, hogy tanítsa az embert. Megtanítsa a szeretetre, az önzetlenségre, az igaz életre, hát ezért küldte Isten. Na de ő előre látta, hogy sajnos olyan mére süllyedt a világ, hogy minden tiszta jóval ezt csinálja, Krisztussal is, profétákkal is, apostolokkal is. De hogyha ezt nem viszi végig, végig az Isten, ezt a gyakorlatban nem mutatja meg, ki hitte volna ezt Istennek, te elhitte volna? Ha mondjuk most Krisztus előtt lennénk, és valakinek bejelenteni, hogy Isten el akarja küldeni Krisztust, de nem azért nem küldi el, mert úgyis föl fogják feszíteni. Hát ezt nem hitted volna el. De például Dániel könyve 9. fejezetében ott egy profécia szól 600 évvel ezelőtt. Hogy kiírtatik hogy a, kiírtatik a, a Igen, de ezt látta, elhitték? na de látta előre. Na de látod, hogyha még kijelentés, hogy kiírtatik, akkor se hiszik el. Hát mi lett volna, ha nem is küldi el? Hát így elküldte, ki is jelentette előre, és még akkor sem hitték el. Tehát ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, egy másik szempontot is had vessek föl. Mi sokszor előre nem látunk dolgokat, és akkor se küldenénk el a fiunkat. Mm. Isten előre látta ezt, és mégis elküldte az ő fiat meghagyom mindenki előtt ezt a két mondatot, mindenki ismételj el, hogy én ember nem látok előre dolgokat, és mégis óvakodok valami jót csinálni, mert azt mondom, hogy ez veszélyes, itt, itt nagy veszélytényezők vannak. Isten meg előre lát, és mégis minden további nélkül elküldte, mert ő tudja, mert messzebb számít, hogyha nem küldte volna el, akkor mi honnan látnánk, hogy milyen mélyre süllyedtünk? Kitől fogadnánk el, hogy milyen méresületünk, de amikor látjuk, hogy a saját kezeinkkel megöltük, akkor nem tudjuk letagadni. Igen, igen. Hát ez nagyon-nagyon mély, és azt gondolom, hogy ha az ember ezen nem átfut ezen a példázaton, hanem a mélységében átgondolja, akkor ezek a gondolatok felszínre jönnek benne. Maradjunk még a 37, 38, 39. versnél, megbeszéltük azt, nagyon szépen és mélyen elmondtad a predestináció gondolat körében, hogy Isten miért küldte el az ő fiát, ha bár látta, hogy mit fogunk mi emberek vele tenni. Hogyan is szól ez a példázat? Utoljára pedig elküldte azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni, de a munkások, meglátván a fiút, mondták maguk közt, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, foglaljuk el az ő örökségét, és megfogván őt, kivetették a szöllön kívül, és megölték. Ezek a munkások, nyilvánvalóan ismerték a gazdát. Tehát ezek a, ez a nép ismerte az Istent. És amikor ezt csinálják a fiúval, mert azért ne felejtsük el azt, hogy az Ószövetségben legalább 300 messiási profécia volt leírva, ami maradéktalanul teljesedett Jézus Krisztusban. Ezek az emberek nem féltek a gazdától, vagy nem féltek az Istentől, hogy ezt megmerték csinálni? Vagy sátán ennyire törölte az elméjükből ezeket a gondolatokat? Mert nem az volt, hogy Jézusban nem ismerték fel, nagyon is tudták, hogy ki, és mégis megölték. Hát igen, ez egy nagyon, nagyon nagy kérdés, ez egy roppant szertágazó kérdés. Azért hadd induljak ki abból, hogy Jézus első szava mi volt a keresztván. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És sokszor az emberek tudnak valamit, és mégse tudnak. Van ilyen, nem? Igen. Úgy gondolják, hogy tudnak valamit, és mégse tudnak. A beszélgetésekben nem figyeltél föl sokszor, tudom, tudom. Igen, Hányszor igen. mondják az emberek, tudom, ja, ja, ezt tudom, tudom. Emlékszem, hogy Egyszer Pilinszki Jánost meglátogattam a Hajós utcai lakásán, és úgy beszélgettünk, és vagy szó került el, hogy mi mit tudunk. És úgy, úgy megállt úgy a, úgy a, a mutatói és azt mondja, de tulajdonképpen mi mit tudunk? Mi mit tudunk? Úgy gondoljuk, hogy tudunk valamit, aztán később kiderül, hogy a lényegét nem tudtuk, elvétettük. Hát ők sok mindent ismertek Istenről, de sokan voltak olyanok, akik tényleg nem tudták, hogy még cselekszenek. Nem csak a római katonák között, de ott a nép között is, és a Biblia ezt alá is húzza, mert ezért kapott a zsidó nép még három és fél évi időt Jézus halála és feltámadása után. Azért a Dániel 9. fejezetében érdekes az a profécia, Igen. mert az, az jövendőlés tartalmaz az első három és fél évre, amikor Jézus ott járt közöttük, de nem akkor járta a zsidó nép kiválasztottság, amikor Jézust fölfeszítették, tehát elvetették, hanem Istennek milyen kegyelme volt, hogy utána azok az egyszerű apostolok csak a zsidóknak hirdetették, nem mehettek még Samáriába se, meg a görög lakta vidékekre csak a Jeruzsálemben és környékén hirdetették az evangéliumot, hogy ha nem fogadták el Jézustól, talán az őt követő egyszerű tanítványoktól talán elfogadják, tehát összesen kétszer három és fél év, hét évet kapott ez a nép, ott Jézus közvetlen környezetében, tehát életében és az élete után is, hogy, hogy elfogadja a megváltót és aztán soka, sokak előtt lehullott a hályog a szemükről. Hát Péter Apostol mit mondott a pünkösdi prédikációban? Kendőzetlenül elmondta, hogy a gonosz kezeitekkel megfogtátok, hát az élet urát keresztre feszítettétek, de mit társított hozzá, mit fűzött hozzá? Hogy van még egy elmédő, térjetek meg, ismerjétek el ezt a bűnt, és Isten mindent megbocsát, hiszen Jézus is mondta a föld életében, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfia ellen elkövetett bűnök is. Tehát mit tud az ember? Mit tud az ember? Ugye ott, ahol persze Jézus kimondja, hogy gonosz szőlő munkások, ott persze valószínűsíthető, hogy ők tudtak sok mindent, és a tudásuk ellenére döntöttek a rossz mellett. Hát, tudták a jót, és követték a rosszat. Hát ezt csak az ezer éves ítélet hmm. során fogjuk megtudni, hogy hogy van az, hogy emberek olyan sok mindent tudnak. Ugyanabba a családba ugyanúgy nevelik, vallásosan hívő keresztény módon, az egyik jobbra megy, a másik balra megy. Miért ágazik el az út? Ez, 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 ez a, ez a, ezen sírt Jézus, hogy hányszor akartam a -e te üdvösségedet, de te nem akartad. Tehát miért nem akarja? Az emberi léleknek a kiismerhetetlen titka ez, ahogy Jeremias, alulvassuk, hogy csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. A Igen. egyik legmegfoghatatlanabb titka ez. És ezért nem tarthatjuk véletlennek, hogy ezt a példázatot Jézus, ahogy elmondja, nyitva hagyja. Mert ahogy elérkezik odáig, hogy, hogy imhol jön az örökös, öljük meg, foglaljuk el az örökségét, megfogván kivetették a szőlőn kívül, ugye konkrét utalással mondja, hogy a Golgota az Jeruzsálem falai kívül van, megölték. De utána, hogy fejezi be a példázatot, mikor azért megjön a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Tehát Jézus egy kérdéssel nyitva hagyja a példázatot. Sokszor tett Jézus hasonló dolgot, és utána pedig elmond egy újabb példázatot, miután megválaszolnak neki, ugye mondták neki, hogy mint gonoszokat, gonosz, gonoszul elveszíti őket, a szőlőt pedig kiadja a munkásoknak, más munkásoknak, akik beadják majd neki a gyümölcsöt annak idejében. És erre Jézus rögtön mondja, hogy sohasem olvastátok-e az írásokban, és elmondja... A gonosz szőlőmunkásokat kiegészítő példázatot, amit én Jézus legrövidebb példázatának neveznék, és számomra, ha a 40 példázat közül csak egyet nevezhetnék, -e, meg hogy érám mi hat a legmegrendítőben, érám a kősziklára esés példázata hat a legmegrendítőbben. először is azért, mert nagyon rövid. Vesz, mindjárt rákérdezek, mindjárt rákérdezek, nagyon köszönöm, hogy azt is említetted, de azért még maradjunk itt egy pillanat erejéig, mert amikor azt mondja, hogy, hogy eljön a gazda, és, és ítéletet mond felettik, azt mondja, elveszíti őket, szőlőt kiadja más munkásoknak. Ez mit jelent? ha megyünk tovább, annak okáért mondom néktek, elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, ami megtermi annak gyümölcsét. Tehát, hogy is említetted, hogy Isten adott hét évet a zsidó népnek. Ez azt jelenti, hogy ezek után ez a kiválasztás, ami csak nem 1500 évig tartott, és ebbe benne van, csak most példát hadd említsek, benne van a 22. Zsoltár, benne van a 69. Zsoltár, benne van Ézsaiás 53. fejezete, és sorolhatnék még messiási proféciákat. És ezt nem értik meg, vagy nem ismerik fel, vagy szándékosan nem akarják felismerni. Ezek után Isten elvette tőlük, mint néptől hangsúlyozom, a kiválasztásnak a jogát. Igen, tehát minden zsidó azóta is üdvözülhet, de a zsidó nép, mint nép nem Isten választott népe 34 után. 31 tavaszán hal meg Jézus, és 34-ben kövezik meg Istvánt, és indulnak el a rettenetes nagy palesztinai keresztény üldözések, amelyek során ugye Saul a későbbi pálapostól is nagy szerepet vállal lejár a zsidó nép kiválasztottság ideje, hogy mondja Dánielnek 77 szabadott a te népedre és a te szent városodra. Lejárt a 490 éves, ugye 70 x éves profécia, annak okáit elvétetik tőletek az Istennek országa, tehát megszűnt a beleszületés által való egyház. Még egyszer mondom, talán több is, de azért hangsúlyozom, hogy senkit, semmiféle antiszemitizmus, sőt, antijudaizmus se sejtsen, nem erről van szó, igen, igen. hanem arról van szó, hogy a beleszületés általi kiválasztottság megszűnt, csak a választás által való kiválasztottság marad érvényben, elkezdődik a kereszténység történelme azért a kereszténységé, amely igazi formájában az a kereszténység, ahol az emberek választhatják a kereszténységet. Nem csecsemőkorban teszik őket keresztényé, hanem felnőttkori döntéssel választhatják a kereszténységet. Tehát igen, Jézus ebben a példázatban, illetve az azután való megjegyzéseiben világosan kimondja, hogy a zsidó népnek a kiválasztottsága megszűnt. Tovább nem választott nép a zsidó nép, Isten kezében nincs terv a zsidó néppel. Az a nép, amely eddig elutasította Istent, és végül is a neki felajánlott megváltót is, nem kért az Isten vezetéséből, azt mondják, hogy a vére rajtunk és magzatainkon. Erről a népről Isten olyan módon leveszi a kezét, hogy nem tudja felhasználni az evangélium hirdetése szempontjából, mert hogy hirdetni az evangéliumot egy olyan nép, amely el, elveti a, az evangéliumnak a legnagyobb ajándékát, Jézus Krisztust? Tehát itt a zsidó nép kiválasztottsága megszűnik. Tudatában vagyok, hogy a 20. században többen átértelmezték ezt a kiválasztottságot, tudatában vagyok, hogy keresztény egyházak közül melyek mondják azt, hogy a zsidó nép továbbra is választott nép. Ezekre nem lehetünk tekintettel, amikor Jézus világosan mondja, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét, és hát le is jár a Dániel 9. fejezetében adott profécia, tehát ez napnál világosabb a Bibliában, hogy a zsidó nép 34-től megszűnt választott nép lenni. Viszont, hogy tényleg nehogy valaki ezt félreértse, és itt az anti-judaizmus vagy antiszemitizmusnak csak a csírája is ö, megnyilvánuljon, de az egyes zsidó emberek azokért Isten ugyanúgy küzd, mint minden más emberért itt a világon. És ugyanúgy meg tudnak változni. Sőt, bizonyos értelemben nagyobb eshetőséggel tudnak megváltozni, megtérni és megkeresztelkedni, mint mondjuk egy kínai és egy mongol, mert hát sokkal többet tudnak az üdvösség történelméről, tehát ez nem vonatkozik az egyes emberekre, ez mint népre vonatkozik, hogy nincs már beleszületés által, való választott nép. Most csak felnőttkori döntés által jön össze az Isten népe. És akkor most jöjjön ez a 44. vers, amire azt mondtad, hogy nagyon közel áll hozzád és aki e kőre esik, szétzúzzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Mit jelent ez? Hát a kőszikla mindig a messiás jelképe a Bibliában. Ez egy kötött jelkép, és a kőszikla mindig a messiásra utal? Mindig a messiásra, tehát ez soha nem utal emberre, tehát se, Péterre apostolra. nem utalhat. Máté Evangélium a 16. fejezetében ott van a Péterrel való beszélgetés, mindenki ellenőrizheti, még a szójáték is lefordítható, mert azt mondja Jézus, hogy te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán, tehát magamon. A Petrosz az a kitermelhető kőszikla, ez Péter Apostol új neve, amit Jézus már eleve adott neki, a Petrosz, a Petra viszont a kitermelhetetlen kőszikla, mondjuk a Petrosz egy nagy ö, ö, sziklatömb egy ö, városi téren, a Petra meg a Gellért hegy, amit így módon nem lehet egy városi térre lehúzolni és se kitermelni. Tehát Jézus a kőszikla, és Jézus itt ebben a rövid példázatban elmondja, hogy minden ember örök sorsát az dönti el, hogy hogyan viszonyul a kősziklához. Hogyan viszonyul Istenhez és Isten megváltási tervéhez, és a megváltási tervében a földre elküldött mesiáshoz? Kétféle viszonyulás van. Vagy ráesni a kősziklára, már aki megismerte a kősziklát, ne csak oda menjen a kősziklához, ne csak ráüljön a kősziklára, ne csak fölálljon a kősziklán, és mondja, hogy na hát én hiszek Krisztusban, mert Krisztus milyen jó volt. Nem. Rá kell esni a kősziklára és szét is kell zúzódni a kőszikra. Hát ez egy brutális kép. Igen, nagyon. De ez a brutális kép kifejezi azt, hogy mi, ha megyünk az életünkben, megyünk a magunk emberi természetének sok rossz dolgával, most mi ezt örök életünkön át hordozni akarjuk ezt a sok rossz dolgot, ami bennünk van. Vagy pedig meg akarunk szabadulni tőle. Megszabadulni egyféleképpen lehet a rossz dolgaink Tól, hibáinktól, bűneinktől, vétkeinktől, rossz jellemvonásainktól, hogyha Krisztusban szemléljük az életünket, beismerjük azt, hogy Krisztushoz képest mennyire távol vagyunk az igazi emberi élettől, de ebben nem nyugszunk bele, és kérjük Krisztus segítségét, vagyis azt, hogy ráesve a kősziklára zúzódjanak szét bennünk a nem kívánatos dolgok és ráépülhessünk arra a kősziklára, úgy, ahogy régen rátették a kősziklára az újabb köveket, és mésszel leöntötték, és ráfort az, az alapkőre, a szegletkőre, a többi szikla, vagy a többi kőszikla. Tehát volt egy sarokkő, volt egy nagyon nagy kő, és arra a többi kő is felépült. Ez az egyik emberi lehetőség. Fölvethető a kérdés, hogy mi van azokkal, akik nem ismerhették meg a történelemben Krisztust. Igen. Akikhez nem jutott el a kereszténység például Ázsiába, Ausztráliába, Afrikába. Azt tudjuk erre mondani, hogy Krisztussal mindenki találkozik akkor is, hogyha nem tudja a nevét. Ellen White, akit sokat idézünk, egy megragadó hasonlatával azt mondta, hogy minden falat kenyér, amit magunkhoz veszünk, minden korty víz, amit lenyelhetünk, ez Krisztusnak köszönhető. Mert ha Krisztus örök időknek előtte nem vállalta volna a mi helyettesítésünket, hogy áldozatul adja az életét miértünk, akkor senki embernek a századik vagy milliomodik bűne után nem lenne esélye a továbbélésre. Akár tud valaki Krisztusról pozitív formában, hogy ismeri ezt a nevet, hogy Jézus Krisztus, akár nem, mindenki Krisztusnak köszönti az életét, tehát mindenki így vagy úgy ráshet a kősziklára. Azt se felejtsük el, hogy sokan ismerik ezt a nevet, hogy Jézus Krisztus, de nem tudnak mit érteni rajta, nem tudnak mit kezdeni vele, a téves torz egyházi hagyományok messze sodorják őket Krisztustól, tehát erről elég csak ennyi, hogy ez a kősziklára esés nagyon sok ember életét magába foglalja mint ahogy az emberiség maradék ö, tagjainak életét a másik rész foglalja magába. Nincs kivétel. Vagy az egyik csoportba tartozol, vagy a másik csoportba. Ha valaki nem akar rásni a kősziklára, ha valakit nem késztet a lelkiismerete, hogy szembeforduljon a rossz dolgaival, pedig hát minden ember lelkiismeretében ellenségeskedés van a rosszal szemben a Szentlélek, nagyon csodálatos munkája ö, eredményeképpen hát akkor, ha valaki nem akar rásni a kősziklára, akkor vegye tudomásul, akkor is találkozni fog a kősziklával. Csak mm. nem maga alatt, amire ráesik, hanem maga fölött, mert az a kőszikla egyszer eljön a második eljövetelekor, és az rá is vesz, szétmorzsolja azt. Látszólag ugyanaz a következmény. Igen. Szétzúzódás, szétmorzsolódás, csak nem mindegy, hogy te az életben akarsz megváltozni, és átadod az életedet a kőszikla formáló hatásának, és szétszúzód és ráépülsz a kősziklára, vagy pedig, ha nem változtál meg az életben, ez a kőszikla rád zuhan, és agyonlapít és szétmorzsol. Ez nem mindegy. Az egyikre azt mondjuk, hogy az életben, ha meghaltál az életnek, akkor élni fogsz, a másikra azt mondjuk, hogy ha nem haltál meg az életnek, az énennek, akkor meg fogsz halni. Az életben tehát kétszer kell születni, egyszer testileg, és egyszer lelkileg, és aki lelkileg újjá születik arra az emberre, azt mondhatjuk, hogy az meghalt az énnek, meghalt az önzésnek, aki az életben meghalt a rossznak, aznak örök élete van. Aki az életben nem halt meg a rossznak, azt a rossz elviszi, és a rosszal együtt meg kell, hogy semmi süljön. Ezt ha végig gondoljuk, akkor csak úgy csodálhatjuk, hogy egy mondatban annyi sok milliárd ember életét elrejteni. Hát erre csak Jézus volt képes. Igen. Pálapostól olyan csodálatosan mondja a Galattákhoz írt levél második fejezetének 20. versében, Azokra az emberekre, akik ráépültek erre a kősziklára, hogy mondtad, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Jézus Krisztus. Viszont hadd utaljak vissza Dániel könyve második fejezetének a proféciájára, amikor azt mondja, hogy elindul egy kő a mennyből kéz érintése nélkül, és az viszont széd zúzza azokat az embereket, tehát Jézus a második eljöveteléről és az ítéletéről beszél. Tehát nagyon érdekes egyébként tényleg, hogy, hogy egy versben, egy mondatban mi minden benne van. Ebben a tömörségben egy, benne van az élet, és benne van a halál is. Igen, Jézus egyszer mondta, hogy ő az igazi tanító ót és újat hozzá az élésre. Itt mi az ó? Hát a Dániel 2-re való visszaivatkozás, hogy ott a kőszikla kéz érintése nélkül leszakad, és az egész aranyfejű szobrot, arany fejű szobrot ezüsttel, rézzel, vassal, cseréppel, ripityára töri. Ez az ó, mert ezt ismerhette a hallgatósága, hiszen Dániel könyve második fejezete ismert volt, még Magyarországon is ismert volt, még Petőfi is ismerte, Kazinci Ferenc is a középpontba állította a reformáció után a protestáns kegyességben, a Dániel könyve második fejezete ismert volt, még egy kicsit a hetedik is, de az már nem annyira. Az új, amit Jézus előhoz, ez a kősziklára esés. De itt is van egy kis ó ebben is, hiszen a 118. Zsoltár beszél erről a titokzatos nagy kőszikláról. Amit kitermeltek, Jeruzsálembe vontattak, de olyan nagy volt, hogy azzal nem tudtak mit kezdeni az építők. Ézsás könyve 8. fejezete beszél aztán róla később, és Jézus Krisztust, amikor, mint csecsemőt a kezébe fogja Símeon, ő beszél róla következőképpen, hogy ő lesz sokak elestére és feltámadására az Izraelben. Tehát Simeon a Szentélek késztetésére újra visszatér ehhez a jelképez, hogy sokan majd ráesnek erre a kősziklára, és feltámadnak majd. Az életben, ha meghalsz az önzésednek, akkor már itt az életben föltámadsz egy új életre, már itt a földi életedben az örök életnek a. Az ízébe belekóstolhatsz, ha Krisztus törvényei szerint élsz. És ezeknek a, az embereknek fogja majd Krisztus azt mondani, vagy bocsánat, hogy egészen pontos legyek, nem fogja azt mondani, hogy távozzatok tőlem, sohasem ismertelek titeket. De nézzük meg a példázatnak az utolsó két versét, a befejezést is. Hát ez is rendkívül elgondolkodtató. És a főpapok és farizeusok halván az ő példázatait megértették, hogy róluk szól. És mikor meg akarták őt fogni, megfélemlettek a sokaságtól, mivel hogy úgy tartották őt, mint prófétát. Hát ez egy leleplezés. Hát azt mondja, hogy hallgatták, ugye nem buta emberek voltak, a példázatot megértették, hogy Krisztus róluk szól. És mégis megtették? Hát igen, az apostolok cselekedeteiben, majd ha odáig elérünk a Bibliaolvasásban, a negyedik fejezetben olvashatjuk az apostolok imáját. Amikor az apostolok kiszabadulnak a zsidó főtanács kezéből, és utána megköszönik Istennek ezt a szabadítást, akkor a következőt mondják. Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat az Istenhez, és mondták: Urunk, te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad, miért zúgolódnak a pogányok és gondoltak a népek hiába valókat? Felállottak a földnek királya, és a fejedelmek egybegyültek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyültek a Te Szent Fiad a Jézus ellen, akit felkentél Heródes és Poncius Pilátus a Pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Hát itt van a predestináció titka, itt van ennek a két példázatnak is az összefoglalása, hogy ők szabad akaratból tették meg, amit tettek. De Isten ezt előre kijelentette, hogy azt teszik meg, amit ő előre megjövendőlt és el is végzett. Mert ha Isten nem küldte volna el Jézust, és nem nézte volna végig, hogy mit csinálunk mi Jézussal, akkor ki tudta volna azt, hogy milyen mélyre süllyedt az emberiség. Mi emberek elfogadtuk volna ezt a képet mi rólunk? Isten tudta, hogy mi hova süllyedtünk. Ebből akar megváltani de mi ezt nem tudtuk. A megváltás tehát szükségszerű, és a lebonyolódási módja is szükségszerű. Köszönöm szépen, kedves hallgatók, tíz példázatot vettünk át, és ebben a tíz példázatban érthettük meg Máté Evangélium a 13. fejezetének 34. versét, amikor is ott azt olvashatjuk, hogy Jézus semmit sem beszélt példázatok nélkül. Láthatjuk, hogy ezekben a példázatokban milyen lelki mélységek voltak és vannak, és mennyire a korunkra vonatkoznak, vagyis hogy bennünket szólítanak meg. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, és külön köszönöm rejzünk Jánosnak, hogy erre a következő tíz előadásra is eljött, és beszélgetett velem, és elmondta ezeknek a példázatoknak a lényegét. Köszönöm, János. Köszönjük szépen. Viszonthallásra.